Elindult a déli palota déli összekötő szárnyának rekonstrukciója, az egykori Szent István termet is helyreállítják. Újabb rekordot döntött a turizmus, a folyamatos bővülésnek köszönhető, hogy új szállodák épülnek a fővárosban. A betűk ereje ismeretbővítő író-olvasó találkozókkal várják a gyerekeket a Jókai Klubban. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Újabb szakaszhoz érkezett a Nemzeti Hausmann program. Megkezdődött a palota déli összekötő szárnyának helyreállítása. Nem csak a teljes homlokzatot építik újjá, de a Szent István termet is eredeti formájában rekonstruálják. Ahol nemrég a Budapesti Történeti Múzeum látogatói közlekedtek, ott most építkezés zajlik. A BTN bejáratát áthelyezték, ugyanis elkezdődött a budavári palota déli szárnyának helyreállítása. A munka falkutatással indult, ennek során a palota több korábbi építési periódusából is találtak maradványokat. Többek között középkori kőfaragványok és Hausmann-kori oszlopok is előkerültek. Az épület helyreállításával a Nemzeti Hausmann program újabb fontos szakaszához ért, mondta el Kőrösi Gábor, a Várkapitányság Nonprofit ZRT kommunikációs vezetője. A palota szárnak megtörténik a helyreállítása, és a déli oldalon pedig a teljes homlokzat újjáépül, eredeti nyílászárók gyártódnak és kerülnek majd visszaépítésre. A végén egyébként a földszinten megmarad a Budapesti Történeti Múzeumnak az előcsarnoka. Az első emeleten lesz a Szent István terem, ahol néhány hónapja a falkutatás során nagyon értékes, még anzsúkori töredékek is előkerültek, meg sok minden Hausmann Alajos korából. A második emeleten pedig egy kiállító tér nyílik majd. A helyreállított palota rész legnagyobb attrakciója az újjáépített Szent István terem lesz, amely a II. Világháború pusztításának esett áldozatául. Most mindent, beleértve a berendezési tárgyakat is, a korabeli tervek és fényképek alapján rekonstruálnak. Közben megtörtént az újjáépített királyi lovarda és a főőrségi épület műszaki átadása is. A főőrség néhány hónap múlva tavasszal már mindenki számára birtokba vehető lesz, egy étterem és egy kiállítótér nyílik majd, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy egy olyan új attrakció lesz, és egy olyan új, izgalmas vendéglátóhelyiség, amit nagyon fognak élvezni a várban élők és az ide látogatók is. A lovardára még egy kicsit várni kell, az épület ugyan elkészült, de gyakorlatilag egy sártenger veszi most körül, úgyhogy a környezetének a rendezése és az akadálymentesítése után várhatóan 2021 második felében nyílik majd meg. A Nemzeti Hausmann program részeként helyreállított épületek várhatóan tovább növelik majd a budai vár turisztikai vonzerejét. A cél mégsem az, hogy még több legyen a turista a várban, hanem inkább azt szeretnék elérni, hogy az ideérkezők lehetőségei növekedjenek, több élményt szerezzenek, hangsúlyozta a Várkapitányság Nonprofit ZRT kommunikációs vezetője. A déli összekötő szárnya Szent István teremmel együtt várhatóan 2021 nyarára készül el. Mondhatni, munka közben fogtak el egy dílert Óbudán, a férfi a Keve utcában árulta a kábítószert, amikor lecsaptak rá a rendőrök. A kliensei szinte sorban álltak az autójánál. Nem csak a férfi kocsiját, de a bérelt garázsát is átkutatták az egyenruhások, ahol közel 4,7 millió forint értékű kábítószergyanús anyagot találtak. A bűnös tevékenységet a Pest megyei nyomozók szakították félbe, akik az eladón kívül begyűjtöttek 4 vásárlót is a helyszínen, majd kábítószerkereső kutya segítségével tették fel a B. Zsolt járművében tárolt 13 darab fóliába és reklámpapírba csomagolt 204 g-nyi illegális szertrejtő paketteket. Később bérelt garázsában is kutatást tartottak kollégáim, mérlegre és porciózásra szánt fóliákra is bukkantak, a hűtőből pedig több kiszerelésben további 1706 g kábítószer gyanús anyag került elő. A feltehetően bűncselekményből származó vagyonbiztosítása érdekében több mint 2,5 millió forintot, 3600 eurót, valamint járművet is lefoglaltak a rendőrök. Egy alvó utast fosztott ki egy férfi a 6-os villamoson. Átkutatta a zsebeit, majd a pénztárcáját és a telefonját is elvette tőle. A villamos kamerája készített felvételt az elkövetőről. A rendőrség azt kéri, hogy aki felismeri a tolvajt, jelezze a rendőrségnek. Már a jövő héten elindul a lomtalanítás Budapesten. Február 21-én pénteken elsőként az 5. kerületből viszik el a hulladékot.
Az első kerületben pedig február 22-én lesz a lomtalanítás. A fővárosi közterület fenntartó közlése szerint a lomtalanítási időpontokat a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozták meg. Arra kérik a lakókat, hogy csak nagy darabos hulladékot helyezzenek ki az előre meghatározott napon, 18 óra után. Az elmúlt évben újabb rekordot döntött a turizmus. A vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken elérte a 12,8 millió főt. A turizmus bővülésének köszönhető, hogy egyre több szálloda épül. Budapesten újabb fejlesztések indultak el. Amíg Ázsiában tombol a koronavírus pánik, addig Európa és ezen belül Magyarország változatlan népszerűségnek örvend, csak a Kínából érkező turisták száma csökkent le egy kicsit. Ezt mondja a turisztikai szakértők nagy része. Ők optimisták és úgy gondolják, hogy a Brexitnek sem lesz mérhető negatív hatása, vagyis változatlanul az angolok, a németek, az amerikaiak és az oroszok jönnek legtöbben Magyarországra, illetve ezen belül Budapestre. Az idegenforgalmi üzletág minden esetre felkészült a fogadásukra, a magyar fővárosban 24-25 új hotel épül. Rengeteg új beruházás zajlik, illetve indul el ebben az évben és a következő egy-két évben. Ugye nagyságrendileg azt látjuk, hogy körülbelül egy olyan 25%-os kapacitás növekedés lesz a következő 3 éven belül. Ebben az évben is ez nagyságrendileg egy 10% lesz. Ennek a legnagyobb része Budapest belvárosába fog majd megnyílni, az 5., 6., 7., 8. kerületbe, de természetesen van egy-két nagyon kiváló projekt a budai oldalon is, de a többségük itt van benne a pesti belvárosban. Amíg néhány éve Budapest a buli főváros volt, mostanra a kulturális látnivalók, illetve programok kerültek a figyelem középpontjába. Egy tudományos igényű felmérés szerint az ide látogatók mindössze 15%-a megy a buli negyedbe, és 65%-a a kulturális programokra kíváncsi. Rengeteg új 5-csillagos szálloda nyílik, ami azért egy nagyon komoly változás az előző évekhez képest, és egy abszolút luxus szegmensben is jelen leszünk most már Európában és a világon. De a szobaszám tekintetében nagyjából ez a 80-100 szoba közötti úgynevezett butik hotelek épülnek, ami természetesen támogatja minden típusú turizmust, mert ebben van 3-4-5 csillagos szálloda, úgyhogy mindenki meg fogja találni ízlésének és pénztárcájának való elhelyezést Budapesten, és hát természetesen itt még az egyéb magánszálláshelyek is bekapcsolódnak továbbra is ebbe a témába. Tavaly egyébként több mint 9%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyek bevétele, majdnem 13 millió külföldi és hazai vendéget fogadtak Magyarországon 2019-ben, akik több mint 550 milliárd forintot költöttek a hotelekben, szállodákban, apartmanházakban. És egyre többen jönnek, és egyre többet költenek. Egy olyan összehasonlítást elmondanék, amivel lehet látni a fejlődési lehetőségeket. Ugye Bécs és Prága, amik a közvetlen vetétársaink, ott mind a két helyen körülbelül 40 ezer szállodai szoba van, nálunk jelen pillanatban körülbelül 20 ezer. Tehát én azt gondolom, hogy a Budapest nemhogy e két város mögött van, de talán bizonyos tekintetben még akár előttük is lehet majd, úgyhogy van lehetőség. Nagyon sok függ attól, hogy a Liszt-Ferenc repülőtéren milyen új járatnyitások lesznek. Ugye a tavalyi évben is rengeteg, közel 30 új járatnyitás volt, ez segíti a turizmust a leginkább, úgyhogy meglátjuk. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor úgy érezzük, hogy van hely további szálláshely bővítésre is. A szállodaépítési láz információink szerint elsősorban a pesti belvárost érinti majd, Buda nagy része, így a hegyvidék is kimarad belőle. Legfeljebb az első kerületben várhatók építkezések. A szakértők szerint ennek az az oka, hogy a fővárosba érkező kényelmes turisták számára már a budai belváros is távolinak tűnik. Így ide főleg azok jönnek, akik regenerálódni vagy sportolni szeretnének. Kivételes épségben őrződött meg az a 17. századi röpirat, amit nemrég egy árverésen vásárolt az Országos Széchenyi Könyvtár. Valószínűleg ez az egyetlen ilyen nyomtatvány, amely Első Lipót király feleségének koronázásáról és annak előzményeiről tudósít. Speciális körülmények között tárolják azt a 17. századi röplapot, amely nemrég került az Országos Széchenyi Könyvtár birtokába. A nyomtatvány kivételesen jó állapotban vészelte át az elmúlt évszázadok megpróbáltatásait, de nem csak ezért érdekes, hanem azért is, mert a Szent Korona történetének kutatói számára eddig nem vagy csak kevéssé ismert információkat is megőrzött. Ez az 1681. december 9-i királyné koronázásról szól ez a dokumentum, ami a Soproni Országgyűlésnek, ami a 17. század 4. kiegyezésének is, kiegyezéseként is ismert a lezárási aktusa gyakorlatilag.
Falsz-Neuburgi, Eleonóra, Magdaléna, Teréziát koronázták első Lipót harmadik feleségét ekkor királynével. Ugye a dokumentum körülbelül két részből áll, 13 pontban felsorolja a Szent Korona beérkezését a városba, tehát Sopronba, és 26 pontban pedig magát a ceremóniát. A koronázás megszervezése komoly nézeteltérést okozott a magyar főpapok között, akik nem tudtak megegyezni az egyházi ceremónia lebonyolításával kapcsolatban. A szertartás fontosabb részeit ugyanis az esztergomi érsek, a nyitrai püspök és a kalocsai érsek egyaránt elvégezhette volna. Az esztergomi érsek ragaszkodott a Szent Koronával való vállérintéshez, de mivel már 80 felett volt Szerepcsényi György ekkor, és betegeskedett, és köszvénykínoszta, nem tudott jól mozogni, ezért a ceremóniának a többi részét ugye kénytelen volt átadni valaki másnak. Ő szerette volna, ha a nyitrai püspök végzi a misét és a többi részét a ceremóniának. A kalocsai érsek pedig azt gondolta Széchenyi György, aki egyébként közel egykorú volt Szerepcsényivel, hogy ez az ő feladata a hierarchia szerint. És hát ennek a vitának az elsimítása még megtörtént a ceremónia előtt, úgyhogy Johannes Probst, a Habsburg udvarnak az udvari titkára érkezett elsimítani ezt a vitát, és megfelelően lebonyolítani a ceremóniát. A 16. és 17. századi koronázásokról viszonylag kevés önálló kiadvány jelent meg, ezért is kivételesen értékes ez a nyomtatvány. Ez gyakorlatilag egy nagyon korán, tehát a koronázás után kiadott propaganda anyag a Habsburg udvar részéről. Ugye fontos volt, hogy ezt a diétát pozitív eredménnyel zárták ugye mind a rendek, mind az udvar szempontjából, és ezért is volt fontos, hogy Sopronban rendezték ezt a királyné koronázást. A dokumentum az Országos Széchenyi Könyvtár több mint 32 ezer kötetet számláló régi nyomtatványok tárába került. A rendszeres olvasással a gyerekek bővíthetik a szókincsüket, fejleszthetik a beszédértésüket és a fantáziájukat. Éppen ezért indított el kifejezetten gyerekek számára szervezett író-olvasó találkozóit a Jókai Klub. A kicsik ráadásul számos témában szerezhetnek új ismereteket. Itt vagyok! Mi történt? Az Olina és a Varázsszirmok című mesekönyvvel ismerkedhettek meg a gyermekek a Jókai Klub legutóbbi író-olvasó találkozóján. Az irodalmi sorozat célja, hogy a gyermekek amellett, hogy egy szórakoztató programon lehetnek, új ismereteket szerezhetnek. Ez alkalommal a gyógynövényekkel, azon belül is az Orbánc fűvel ismerkedhettek meg közelebbről. Ez egy elég különleges alkalomra íródott, mert 2019-nek a gyógynövény az Orbánc fű volt. És együttműködésben a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak az embereivel egy olyan könyv megalkotásáról álmodtunk, ami részben tudományos, hiszen az összes tudnivalót tartalmazza, amit ilyenkorú gyerekek megérthetnek egy gyógynövényről, részben mese. És ez a könyv tavaly készült el, majdnem egy évvel ezelőtt, február-március körül, és célul tűztem ki, hogy azon felül, hogy mesélek és szórakoztatok, megmutatom a gyerekeknek, hogy mire jók a gyógynövények, hogyan működnek. Kifejezetten az Orbánc-fű, de van néhány másik gyógynövény is, ami szerepel a kötetben. Szeretem a gyógynövényeket, ismerem is, és én azt tudom például a kamilláról, hogy nagyon sokan használják gyógynövény teának is. A gyerekek egy interaktív mese délután tölthettek a könyv szerzőjével. A szervezők szerint egy íróval való személyes találkozóval sokkal közelebb lehet hozni a gyerekeket az irodalomhoz, és nagyobb kedvet kaphatnak az olvasáshoz. A rendszeres olvasással pedig bővíthetik szókincsüket, fejleszthetik beszédértésüket és fantáziájukat egyaránt. Tegnap belekezdtem egy Miénk a színpad könyvbe, és eddig elég jónak tűnik. Én a titkos királyságokat szeretem olvasni. Kicsit szoktam számítógépen játszani néha, de legtöbbször olvasok. A meséknek már egészen kiskorban nagy jelentőségük van. Ha a szülők gyakran olvasnak fel gyermekeiknek, az megalapozhatja jó teljesítményüket az iskolában. Én azt látom, hogy kell az az idő, az a minőségi idő, amit együtt töltünk egy gyerekkel. Mikor én felolvasom a könyvet, és ő semmibe néz, és pereg a film a szem előtt, az egy hihetetlenül csodálatos pillanat. Ha ezzel megalapozzuk azt, hogy a könyv jó, az olvasás jó, akkor a későbbiekben ugyanilyen nagy örömmel fogják ők maguk kézbe venni a könyveket. Ki többször, ki kevesebbszer. Én szerintem ezt erőltetni nem lehet, de ösztönözni meg muszáj. Mert ha nem ösztönözzük, miért várjuk, hogy elolvassák a magyar klasszikusokat? És ez egy olyan kincses tár, amit kár lenne kihagyni. A Jókai Klub következő eseményén, március 13-án a zene és az irodalom kapcsolata kerül középpontba, a Csai Roland Hunyadi László című meséje nyomán.
Ma van Bálint vagy Valentin nap, a szerelmesek ünnepe. A szokás, hogy a párok ilyenkor megajándékozzák egymást, eredetileg az angol szász országokból ered, de Magyarországon is egyre népszerűbb. Volt, aki erre a napra időzítette a lánykérést. A Krisztina körúton egy férfi egy hatalmas molinót feszített ki, hogy megkérje a párja kezét. Hogy mi lett a válasz, arról nincsenek információink. Adásunkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is visszanézhetik. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!